Rasszista fenyegetés ügyében vizsgálódik a portugál igazságügyi rendőrség. Egy szélső jobboldali szervezet e-mailben felszólított 10 embert, hogy 48 órán belül hagyják el Portugáliát, mert különben nekik és a családjuknak bajuk eshet. A címzettek között van a lisszaboni parlament 3 női képviselője, valamint az SOS Racism nevű rasszizmus ellenes szervezet spanyolországi vezetője, akit be is hívtak a rendőrségre tanúskodni az ügyben. Kötelességünk jelenteni ezeket a fenyegetéseket és a hatóságok felelőssége kivizsgálni azokat. Remélem, hogy végre hatékonyan legyőzhetjük a szélső jobbot, mert ami most történt, túlment minden határon, mondta Mamadou-ba. A fenyegetések a magát nemzeti ellenállásnak nevező szélső jobboldali csoport tiltakozó felvonulása után érkeztek. A portugál csoport Facebook oldalának 300 követője van.